már szó volt róla. Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Városházan, és egy különleges eseményről fogunk beszámolni önöknek, hiszen március 21-én este 19 órakor a Református templomban egy nagyon szép koncert lesz, hogy mi is lesz, erről fogunk beszélni Kóbor Jánossal, hiszen Omega Oratórium lesz. Itt az előbb tartottak erről egy sajtótájékoztatót, tehát mi már azért sok mindent tudunk erről, de hogyan kerültek Karcagra? Hát tulajdonképpen, amikor kiderült, hogy a fogadóképesebbek a református templomok és az elhelyezkedésük, a méretük, főleg itt az Alföldön nagyon megfelelnek az oratórium előadásának, ott elkezdtük már ilyen tudatosan nézni, és akkor láttuk, hát Karcag, hát az itt egy központi hely, tehát itt mindenképpen kell egyet. Ráadásul nagyon rövid időnk volt erre, mert március 27-28-án már Németországban vannak a templomi koncertjeink, úgyhogy ez pont előtte egy olyan utolsó lehetőség volt, tehát ez az időpont volt egyedül elérhető. Ez az egyetlen aggodalmunk, hogy kicsit kevés idő van a koncert szervezéséig, de én remélem, hogy ebből nem lesz semmi baj. Reméljük, hogy így lesz, és mit lehet tudni, mi az, amit el tudunk mondani nézőinknek a koncertről, hiszen azért itt néhány részlet érdekes lesz, és mi is kíváncsian várjuk, hogy hogy fog ez megvalósulni. Hát gyakorlatilag itt mese nincs, azért Omega koncertről van szó, tehát olyan anyagról, amit azért szerintem döntően mindenki ismer, de kimondottan a válogatás arról szól, hogy olyan számok kerültek ebbe a oratórium programba, amik egy templomi körülmények között is megállják a helyüket, szövegileg is, és zeneileg is. Én azt mondom, hogy ide már egy nagyon kiforrott anyag érkezik, mert már több tucat templomon vagyunk túl, itthon is, és külföldön is, tehát ez már egy jól kialakult anyag, ami ide érkezik. Én megmondom őszintén, számunkra is ez egy borzasztó nagy érzés, hogy ilyen környezetben és ilyen közel megint a közönséghez. Szóval egész más, mint egy stadion, ahol be se látja az ember, csak egy tömeget lát, de ami lenyűgöző, de itt megint szemeket, arcokat, tekinteteket, szóval egész más érzés. És hát azt gondolom, hogy onnan a színpadról nézve egy közelebb lévő nézőnek az összes gesztusa ugyanúgy önt is inspirálja esetleg, és jó érzés, hogyha mosolyog, vagy éppen áhítattal hallgatja, mert éppen olyan, hiszen templomban leszünk, tehát másabb lesz, nem lesznek olyan nagy csápolások, mint egy koncerten. Én azt hiszem, a közönség csodálatosan vizsgázott eddig minden egyes templomba. Semmit nem kellett mondani, hogy mit szabad, minden, mit nem szabad. Szerintem mindenki nagyon jól érzi, hogy ilyen körülmények között körülbelül meddig lehet elmondani. Nincs semmi megtiltva természetesen, de hát azt én azt mondom, hogy tényleg le a kalappal, mindenki teljes mértékben tudta, hogy meddig szabad elmenni. Tehát mi az a viselkedési forma, ami egy templomban még egy ilyen koncert esetén is megengedhető. Soha nem volt ebből probléma. Köszönjük szépen, és nagy izgalommal várjuk mi is március 21-én. Köszi. Konsz Tibor elnök lelkész úrral beszélgettünk, itt a sajtótájékoztatón elmondta, hogy nagy megtiszteltetés önöknek ez a koncert. Hogyan jött ez össze? Egy telefonhívással kezdődött az egész történet, és végtelenül meglepődtem. Sőt, megvallom és bevallom őszintén. Először megkérdeztem, hogy biztos, hogy bennünket akartak hívni, és rögtön föltettem, hogy érthető legyen a kérdésnek a hátterét, megmagyarázom. Rögtön föltettem a kérdést, hogy ez nem zavarja őket, hogy tőlünk tulajdonképpen 31 néhány kilométer távolságra már volt református templomban, miután azt mondták, hogy őket ez nem zavarja, bennünket már nem zavarhatott, tehát ez az első indulat, ez volt az első gondolat. Idegen dolognak tűnt, de az előzmények alapján, ahogyan már ennek utána is néztünk, hogy működőképes, kíváncsiak az emberek rá, sőt úgy érzem, hogy lehet, hogy talán ez egy új korszak kezdete. És lehet, hogy ebben mi itt pionírok vagyunk. És hát abban is, hogy saját kórust is biztosítanak a fellépéshez. Picit szóljunk erről is, hiszen elhangzott, hogy a kórus az a Karcagi Református Egyház kórusa lesz. Igen, a kórusunk az egy nagyon jól összeszokott csapat. Baráti kör, és amikor fölvetődött, mi azért sokfelé fölléptünk már, és nagyon komoly szakemberek
vannak a mi köreinkben. Mikor megemlítettem, hogy milyen jellegű, milyen végzettségű és milyen kvalitású csapat van az egyházközségünkben, akkor azt mondták, természetesen nem kell másonnan hozni. Egy 15 főről van szó, van nekünk 40 fős is, és ehhez képest azt mondták, hogy a koncert jellegéből fakadóan, a színpad méretéből fakadóan, nagyjából ez a 15 fő az, akinek kellene majd segíteni, de olyan nagy rákészülést nem igényel, hiszen olyan jellegű nótákról van szó, amiket egyébként úgy dúdolás szintjén, az autóban, amikor vezet az ember, vagy amikor egy baráti közösségben van, akkor már énekelt. Tehát ennek a begyakorlás, ez tulajdonképpen egy új gyakorlat ennek a kórusnak. Itt az előbb a sajtótájékoztatón viccesen mondta, hogy az ablakok sem fognak megrepedni, tehát azért egy ilyen nagy koncert még itt nem volt, voltak már kisebb koncertek, tehát gondolom, hogy azért itt a templomi színpad megépítése sem lesz egy egyszerű feladat. Nem, ennek már a tervezési folyamatával, nem is első, hanem sokadék lépésével nem küzdünk, mert nem nagy küzdelem, de minden esetre csak értékek vannak, műemlék, valóban az elhelyezés az nem ideális, tehát ennek a megtervezése az most még folyamatban van. Tehát értve ez alatt, ahogy elmondta főgondnok urunk, hogy ugye az úrasztala fölé kell valahogy kiteríteni ezt a színpadot. Most képzeljük el, ha valaki volt már a református templomban. Tehát eleve egy magaslaton van, viszonylag kiemelten van az úrasztala. Most erre még rá kell egy 10 centit tervezni, akkor az első padok behatárolják annak a távolságát, hogy milyen lehet a szélessége. Akkor azt valahol a hosszúságon kell nyerni, miközben ott van a háttérben a szószékünk, ami megint egy műemlék. Tehát ezt valóban meg kell tervezni, és azért már ez a harmadik ilyen alkalom, hogy erről beszélgetünk. De profi a csapat, nem mi, nem én, hanem akik már ezzel foglalkoztak, valóban a katolikus templomoktól az evangélikus templomig, zsinagógáig, ezt is fogalmazzuk így, hogy ha falak lebontásáról volt szó a sajtótájékoztatón, ezt én nagyon nagy örömmel hallottam, hogy itt nincsenek határok, itt át lehet lépni, mert valóban a szakrális, a lelki és szellemi unióban megszólaló dolgoknak azért van helye mindenhol. Mi nagyon nyitottak vagyunk erre, és várjuk, és érdeklődéssel, kíváncsisággal készülünk. Tehát valóban az előkészületek azok folynak, mindennek utána nézünk, mindent levédünk, és nagyon jó, hogy valóban az ablakok megvannak a megújítás révén. Ehhez az alkalomhoz is illően és méltóan csinálva. Azt hozzá kell tenni, hogy ugye egy nagyon jó akusztikai, boltíves templomról beszélünk, azért ezt külön még be kell mérni, hogy, és ez megint egy szakma, hogy vajon a hanghatás hogy fog terjedni. Tehát valóban az előkészület, amiről szó volt, hogy 3-4 hónap, ez nálunk egy villámgyors megoldást igényel, de azt hiszem, hogy ezzel nem lesz gond. Reméljük, találkozunk akkor március 21-én a templomi koncerten. Köszönjük az érdeklődést, és nagy szeretettel várunk mindenkit. Dobos László polgármester úrral beszélgetünk. Az előbb a sajtótájékoztatón számomra egyértelművé vált, hogy Omega rajongóval állok most szemben, hiszen elmondta, hogy nagyon szerette a dalait. Az Omega együttesnek is nagyon sokat hallgatta fiatal korában. Úgyhogy gondolom, hogy ez most önnek is egy nagy várakozás, hogy milyen is lesz ez a koncert. Hát egy nagy öröm, hogy az Omega együttes Karcagra látogat és itt a koncertet. Természetesen a koromból adódóan, én a 60-as, 70-es években voltam fiatal, és akkor, mint minden más fiatal, a könnyű zene felé fordultunk, hiszen ez egy bizonyos kitörési lehetőséget is biztosított meg, hát egy ilyen szabadságérzetet az akkori fiataloknak. És hát tudjuk nagyon jól, hogy milyen együttesek voltak abban az időben Magyarországon, rock együttesek, és hát ezek közül is kiemelkedő volt az Omega, úgyhogy alig hiszem, hogy van olyan akkori fiatal, aki ne szerette volna az ő dalaikat, számaikat, csak soha nem jutottak el Karcagra érdekes módon, és ezért nagyon jó, hogy ami késik nem múlik alapon, mégiscsak adnak egy koncertet városunkban.
egyébként egy érdekes helyszínen, a református templomban, erre magam is kíváncsi vagyok, hogy hogy fog alakulni, de biztos, hogy jó lesz, hiszen teljesen komolyan, ugyanolyan hangszerelésben fogják a dalaikat játszani, mint annó, csak még kiegészülnek kórussal, szimfonikus együttessel is. És azt hiszem, hogy az is egy fontos dolog, hogy ennek a másféles koncertsorozatnak a karcagi lesz az utolsó magyarországi állomása, tehát ebben is mi is elsőkből így leszünk utolsók. Kipróbálták már ezt a koncertet, tehát ennek van előnye is, hátránya is. Igaz, hogy később értek ide hozzánk, mondjuk egy év késéssel, de semmi gond. Így gondolom, hogy már teljesen kiforrott az a színpadi produkció, amit majd a kedves nézők megtekinthetnek március 21-én a Református templomban. Találkozunk ott. Én mindenki biztatok arra, hogy erre a kultúrtörténeti eseményre, ha teheti, jöjjön el, látogasson el, biztos, hogy nagyon szép élményben lesz része. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Az előbbiekben már hallottuk, hogy hogyan is fog ez a koncert összeállni, de egy picit a technikai és a dalok részleteiről Benkő Lászlót faggatnánk néhány gondolat erejéig. Hallottuk, hogy inkább olyan zenék fognak elhangzani, ami templomba illők. Nehéz volt ezeket összeválogatni, mert gondolom, hogy sok volt. Hogyan választották, hogy melyik legyen az, amit elhangzik? Őszintén szóval nem volt nehéz. Meglepő volt, amikor összeállt bennünk ennek az egésznek a lehetősége, és a későbbiekben pedig a jelentősége. Tehát amikor rádöbbentünk arra, amit itt mondtam a sajtótájékoztató kapcsán, hogy az emberekben nagyon-nagyon szükség van, az emberek számára nagyon nagy szükség van arra, hogy közösségbe éljenek. Ez az egyik, a másik pedig maga a hit. Most nem tudtuk azt, mert mi nem így indultunk egész fiatalon, hogy ezt ilyen tudatosan majd felépítjük, hanem a különböző életérzéseket, a különböző benyomásokat a környezetünkről, a világról, és ahogy ez a világ kitágult számunkra, egész Európára, meg az egész világra, kerestük a közös pontokat, és azokat a történéseket, amit egyformán, illetve különbözőképpen magyaráznak és értékelnek, érzékeltetnek az emberek. Na most az a közösségi érzés, ami megvolt annak idején egy összezárt társadalomban, most mindegy, hogy milyen politikai rezsimbe, tehát diktatúrában minden, az összehozta az embereket, mert szükségük volt egymásra. Most a rendszerváltást követően ez az egész dolog, hogy kinyílt a világ, ez a közösségi érzés a kisebb-nagyobb csoportokból valamilyen módon elment, mert az érdeklődésük szanaszéjjel szerte röpült. A másik a hit. Az, hogy valamiben kell hinni, hogy érdemes itt egyáltalán alkotni, valamit csinálni, akár legyen a sport, akár legyen bármilyen más olyan, ami miatt az emberek másra felnéznek, hogy ő ezt tudja, gyakorolja, és én miért nem tudom, és ezt a valamilyen módon, ha nem is elmagyarázni, hanem éreztetni kell, és meg kell valósítani. Na most ez a zenében azért volt nekünk, azt nem mondom, hogy egyszerű, de könnyebb, mert az évtizedek során kapott számokból kiválogoztuk azt, ami erre az egész gondolatsorra jól jön. És nem gondoltuk volna, hogy mennyit lelkiztünk az évtizedek során, mert amikor egy ilyen egész, hogy mondjam, csak véletlenszerű találkozás, ezt nem mi, hanem mondhatnám azt, hogy a sors, vagy ahogy mondtam, a Jóisten találta ki, vagy az ő ajándéka, hogy hasonló gondolkodású, hasonló érzelmű, és hasonló a világról hasonlóan gondolkozó emberek jöttek össze.
némileg a háttérben a papák, a mamák is nagyjából hasonlóan gondolkoztak. Ugye, amikor mi egész fiatal srácok voltunk, akkor elkezdtünk zenélni, de mindegyik szülőnek az volt a dolog, hogy jó rendben van, csináld, ha már nem tudnak lebeszélni róla, de azért egy diplomát el kell végezned, hogy rendes ember legyen belőled, ugye ez volt. És ezt mondta egymástól független mindegyik apuka, és addig ösztönözte vagy nyomta a gyerekeket, míg így nőttünk fel. Másféle módon filozofált az egyik, mint a másik, de közös nevezőre tudtunk jutni minden alkalommal. Na ez a felismerés, hogy egy-két szám között sokszor 20-25 év különbség is lehet, de ugyanarról a dologról szól, vagy hasonlóan elmélkedik, ez nagyon sokat számított. És ezt fölemelni abban, amit mondtam, hogy ma már klasszikussá vált néhány olyan dal, amit generációk egymásnak adnak tovább. A másik az, ami a templomi rész, nyilván a többiek beszéltek, vagy beszélnek róla, az, hogy amikor látjuk azt, hogy az egyházak keresik a hívőket, és üresen ott van, nem tudom, naponta a misén 8-10 ember, vagy 12 ember, akkor valamilyen módon nekik is, nekünk is, tehát a papoknak is, az egyháznak is, és nekünk is, az lehet a közös motívum, hogy legyen telt ház, egyféleképpen érezzenek ott az emberek dacára annak, hogy esetleg nem egyformán gondolkoznak. És hogyha ez összehoz egy olyan nem csak csoportokat, hanem most szűkítsük le arra, hogy Soprontól Záhonyig egy olyan életérzést, amiben nyugodtan ismerős ismeretlen egymás karjába kapaszkodik, akkor elértük a célunkat. Akkor március 21-én ezt mindannyian meg fogjuk tapasztalni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!